Véget ért a kétnapos Európai Néppárti Kongresszus Helsinkiben. Nagyon fontos dokumentumokat fogadott el a néppárt ezen a kongresszuson. Megjelölte azt az irányt, amely az Európai Unió reformját is jelenteni, amennyiben a néppárt jól szerepel a jövő évi európai parlamenti választásokon. És megválasztotta azt a személyt, aki az Európai Unió bizottságának az elnöke lehet, Manfred Weber személyében. Jó szívvel, jó lelkiismerettel, örömmel támogattuk Manfred Webert, rászavaztunk, mert úgy gondoljuk, hogy ő az a személy, aki nem csak az Európai Uniós reformokat lesz képes levezényelni, az Európai Unió újratervezését, hanem arra is képes, hogy a Kelet-Európa és Nyugat-Európa közötti különbségeket felszámolja. Egyrészt, másrészt pedig partnere lesz az 50 millió őshonos kisebbségnek az Európai Unióban, és segít érvekkel meggyőzni azokat a szkeptikusokat, akik úgy gondolják, hogy az Európai Uniónak nem kell foglalkoznia azokkal az emberekkel, azzal az 50 millió emberrel, akik életük során, nemzedékek hosszú során értékalkotó közösségekként építették a különböző részein Európának azt a politikai konstrukciót, gazdasági építményt, amely ma az Európai Unió. Őnekik is ugyanazokkal a jogokkal kell rendelkezniük mindenhol Európában, mint a többségnek. Én ezért örülök a Manfred Weber győzelmének, mert ő ebben a hosszú menetelésben, amelyet a Minority Safe Pact-tel indítottunk el az Európai Unióban, partnerünk lesz.